Halihó ellenállók, halihó sárga pólósok, bozsikék tárgyalása után Budaörsön, otthon Tipró Picsányi Bank. Ugye emlékeztek, ez volt az a bank, ahol két évvel ezelőtt, ugye a Sándor Lacit és engem kicipeltek, egy napig fogva tartottak. Jó napot kívánunk! És egy napig fogva tartottak, és aztán gyorsított eljárásban 30 napra el akartak zárni. Hát ez nem sikerült nekik olyannyira, hogy most ugye napokban kaptam meg a Független Rendészeti Panasztestület döntését, hogy a rendőrség hozzáállását alapvető jogokat sértőnek találták. Itt pedig itt állok most a bankban a bejárattal szemben, és tartom ezeket a táblákat. Nálam 12, nem nálam 7 van, tehát 3 óra 7, és akkor ebből adódóan 3 óra 17 percig fogok itt állni. Ha nagyon akarnék, itt állhatnék akár 4 óráig is, de azért nem állok itt 4 óráig, mert nem az a cél, hogy én itt legyek egész nap egy bankban, hanem százak és ezrek legyenek minden nap a bankfiókokban. Mosolygós ügyintézők most már gyakorlatilag nem pörögnek, hiszen láthattátok, hogy azért a nem túl régen a Margit körúti nagy balhéba csapódó bankos véleménynyilvánítás alkalmával, vagy a miatti birtokvédelmi eljárást egy nagyon szép ítélettel a második-harmadik kerületi bíróságon dr. Gáti Péter, Gyula, ha jól emlékszem, elutasította az ő birtokvédelmi kérelmüket, és azt mondta, hogy már pedig ez a véleménynyilvánítás kereteibe belefér és puposkodhat akármennyit az OTP, akkor sem fog tudni mit tenni. És én is azt gondolom egyébként, hogy a fejük tetejére is állhatnak, hogyha vannak bátor kiskakasok, akik újból és újból berepülnek az ablakaikba, újból és újból elmondják ott a véleményeiket, akkor ezek bármit csinálhatnak. Tehát én azt gondolom, hogy ez így tökéletesen működik. Valahogy olyan, mintha egy győzelmi hullámra álltak volna rá a sárga pólósok. Ugye, halihó. Jó napot kívánok. Most már mosolygósan köszönt a biztonsági őr. Kezet fogni meg azért nem tudom, mert mind a két kezem tele van. És ez a normális, így van. Tehát véleményt nyilvánítunk, a bank ezt eltűri. Aztán megint véleménynyilvánítunk, megint eltűri, és egyszer csak majd megoldódik ez a helyzet. Ha majd megszűnik az oka, tehát nem kell már véleményt nyilvánítani, mert megszűnik a kifosztás, akkor abba maradnak a véleménynyilvánítások is. 17-ig, hogyha így láttam, hogy kérdőn nézett rám az úr, 7-kor kezdtem bele, 17-ig fogok maradni. Gondoljátok azért el azt, kedves károsultak, hogyha minden nap százak és ezrek mennének be bankszámra, és mindenki csak 10 percig maradna és tartana egy-egy ilyen plakátot, mennyivel jobban járnánk. Egész hamar megoldódna a sevizás ügy, vagy ugyanígy minden nap százak és ezrek mennének a Laura útra. Tehát ugye az egy nagyon izgalmas dolog volt, hogy mit hisztizik a zsuzsorást, hiszen azért annak idején a bankokban az ügyintézők, sőt néha a biztonsági őrök is mondták, hogy hát miért nem a bankvezetőkhöz megyünk, miért ő hozzájuk ide a bankba, hiszen ők ezt nem tudták, hogy átverik az embereket, a bankvezérek tudták, mentünk mi, mert Csányihoz is, de megint csak az a probléma, hogy oda is csak mi mentünk, tehát más oda sem nagyon járt, és ebből adódóan folytatódhat a kifosztás. Közben állok itt a papírral, és ugye a kommenteket, vagy a hozzászólásokat nézem. Ugye Sándor Német Nagy beköszönt, és a István Erdős, küzdök a mocskos követeléskezelő uzsorások ellen, 2 pert megnyertem, még 3 vissza van. Minden bancs mocskos uzsorás, és a követeléskezelő is, Intrum Justitia, mindenki pereljen. Igen, ez is egy jó megoldás természetesen. Én azt szoktam mondani saját példánk okulva, hogy külön mi ne nagyon perelgessük ezeket a bankokat, várjuk meg, amíg ők nekünk esnek, és majd akkor érdemes valamit tenni. Ugye talán láttátok néhány perccel ezelőtt a járásbíróság, mint Budaörsön, Bozsik Laci ügyvéd nélkül sok-sok éves pereskedés után győzött, és első fokon a bíróság
elutasította a Lombard jótódjának, követeléskezelőjének a keresetét. Természetesen talán ma, vagy legkésőbb holnap a Nem adom a házamat mozgalom csatornáján megtaláljátok. Szerintem a YouTube-on is és a Facebookon is majd azt az ítéletnek a kihirdetését, szóbeli indoklását is. És amint megkapjuk írásban, természetesen azt is, mindenféle kitakargatás nélkül, legfeljebb csak a személyes adatok, tehát fontos dolgok, a rákereshetőség az ügyszámra, a bíróságra, azok természetesen benne maradnak, tehát mi nem szoktunk titkolózni és nem szoktuk levédeni ezeket a dolgokat. Mindenkinek megadjuk a lehetőséget, hogy ti magatok is győzzetek. De egy valamit azért, Erdősi István, neked is mondok, és így a te ügyed kapcsán másoknak is, hogy ha Bozsik Laciék, tehát pont erről már tegnap még ítélet előtt is beszélgettünk sokat, nem küzdöttek volna a sárga pólósokkal, nem lettek volna ott a bankokban, az üzsarásházánál, a politikusok házánál, akkor valószínűleg az ő ügyük sokkal korábban lezárult volna már, és nem lett volna ennyi halasztása ezeknek, ennyi felfüggesztése és minden egyéb. És hogyha ezt két évvel, vagy akár egy évvel ezelőtt születik meg az ítélet, akkor nagy valószínűséggel a Lombard jogutódjának adtak volna igazat, ez azt hiszem a Sprinter leasing volt. Tehát azért nem mindegy, hogy valaki tesz-e olyat, ami nem tetszik a hatalomnak, vagy nem tetsz, illetve volt még, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó dolog, hogy ez az ügy idáig fajult, hogy azért Laciékat mindig jó néhány sárga pólós kísérte el a tárgyalásra. Már a legelején 2013 körül indult az ő ügyük első fokon itt Budaörsön, és már akkor is jártunk tárgyalásokra. Ugye a bíróság előtti véleménynyilvánítás, tehát a tárgyalás előtti bíróság közelében tartott véleménynyilvánításra, pedig arról beszéltünk, hogy miért fontos eljárni egymás tárgyalására. Azon kívül, hogy természetesen fontos véleményt nyilvánítani, és valahogy ilyen multifunkcionálisnak kell lenni, tehát újból és újból állandóan véleményt nyilvánítani, tárgyalásra járni, amit a hátunkon is van, most nem tudom megmutatni, mert a hátamat nem tudom kamerázni, hogy ne fizess, pörölj, tiltakozz, tehát azért ne perelj, mert én úgy gondolom, hogy sok jóra nem vezet, hogyha mi magunk kezdjük el perelgetni a bankokat, hagyjuk abba a fizetést, úgyis előbb-utóbb megpróbálnak egy kicsit utána menni a saját vélt uzsorájuknak, tehát az uzsora az valós, a vélt pénzüknek vagy a vélt járandóságoknak, ami egyébként egy uzsorából adódóan nem jár nekik, és akkor majd ráérünk védekezni, sokkal könnyebb, mint támadni ezeket a mocskokat. Nehezen tudsz feljönni Nagykanizsáról, de hát te hogy kell feljönni, ugye, amit a sárga pólósok hirdetnek, és nagyon örülök, hogy ezt megkérdezted, amit a sárga pólósok hirdetnek, hogy mindig ott, ahol van. Én sem megyek Nagykanizsára, minek mennék, tehát, és ugye most sem Budapesten vagyunk, ugye azért is, mert kitiltottak, de ugye mi már előtte is nyomtuk itt a Budapest környéki településeket is, tehát nem feltétlen Budapesten dől el a világ sorsa, ott, ahol vagytok, ott is vannak bankok, ott is laknak politikusok, ott is laknak valószínű banki vezetők, oda is lehet menni, ott is van Fidesz iroda, de még mennyire, és azokat is lehet nyomni folyamatosan. Ha ellentmondok a közjegyzői papírnak, abból per lesz, én így, de így van, tökéletes, teljesen jó, mert így rákényszeríted a jogtalan követelőt, hogy ő maga indítson ellened egy pert. Jó napot kívánok! Fiók vezetővel is illendően köszöntöttük egymást. Ugye csak, hogy az aktualitását lássuk ennek a dolognak, ugye amikor 2017. szeptemberében ebben a bankban ugyanígy véleményt nyilvánítottam, csak akkor ott volt még néhány sárga pólós, akkor azért nem ilyen volt a hangulat, akkor a rendőrség kicipelt innen engem, és egy napig fogva tartottak, majd 30 napra le akartak sittelni. Odáig jutottunk hosszas ellentmondások és fellebbezések után, hogy végül felmentettek ebben az ügyben garázdaság alól, és közel két év után megszületett a Független Rendészeti Panasztestületnek a döntése, hogy a rendőrség súlyosan korlátozta az én alapvető jogaimat.
Most telt el az idő, igen, így van, pontosan, tökéletesen számoltunk. Kellemes ünnepet kívánok mindenkinek, jövök máskor is. Minden jót, viszontlátásra! A legközelebb egy kávéval süteményre, az a legkevesebb. Én hozzam a süteményt? Na jó, majd meglátjuk. Csak győzzünk, legyen vége ennek a mocsoknak. Látjátok, kijártuk az utat, kedves nézők, itt még az OTP előtt elköszönök tőletek, tehát kijártuk az utat, most már csak menni kell rajta, és amikor majd minden nap százak és ezrek mennek be a bankokba, minden bankba újból, és minden hétvégén le lesznek plakátolva, vagy akár hétköznap is a bankok, akkor győzni fogunk. Tehát nagyon fontos, még ezt beolvasom, amit írt István, nagyon sok embernek van, akinek bedőlt a hitele, de nem merik felemelni a hangjukat. Elég nagy baj, tehát pontosan erről szól. Fel kell emelni a hangodat, kiskakasnak kell lenned, aki minden nap berepül az ablakukba, követeli vissza az ellopott gyémántfélkrajcát, és követeli vissza a kárait is, vagy a kárai megtérítését is követeli. Tehát nagyon fontos, ha nem tetszik az orbáni önkény, ha nem tetszik a kifosztás, akkor tegyél ellene, cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé, hajrá!